Tisztelt főkonzul úr, ezredes tábornok, dandártábornok urak, elnök urak, rektor úr, kedves jelenlévők, tisztelt polgármester hölgyek és urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt Ajakon, a mai polgári védelmi rendezvényen. Megtisztelő számunkra az, hogy ezt a helyszínt választották azért, annak az ügynek az érdekében, hogy megünnepeljék idén is a megyei polgárvédelmi napot. A polgári védelem anno a első világháború után próbálgatta szárnyait, kezdte első csapásait, ahol Európa szerte és itt Magyarországon is a 30-as évek elején megalakult a légioltalmi szolgálat. Akkor is külön küldetése, hivatása és feladata volt ennek a szolgálatnak a lakosság védelme. Benne van a nevében is légioltalmi szolgálat. Mára kifejlődött, kiterjesült ez a szolgálat, ez a polgári védelem Önöknek köszönhetően. Örömmel köszöntök mindenkit ilyen szép körben és ilyen távkörben, és hogy együtt ünnepelhetjük a polgári védelem napját. A fölötti örömről is szeretnék beszámolni a tágabb résztvevői körnek, hogy a mai nap során itt Ajakon egy olyan az Európai Unió, illetve a norvég finanszírozási mechanizmus segítségével lezárult projekt záró konferenciáját tartottuk, amely a Megyei Védelmi Bizottság elnökeként hát beszámoltok arról, hogy sokkal nagyobb biztonságot és sokkal nagyobb védelmet jelent számunkra, és örömmel köszöntöm a romániai társszervezetek vezetőit is, hiszen velük a Magyar-Román Együttműködési Program keretében egy elsőkörös nyertes pályázati szakaszon vagyunk túl. Tisztelt Szasztak Oszkár úr, tisztelt Pernyák Sándor úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlők, Sanovni Zemlyeki Zakarpáci, Ukrajina Nyíregyházi Főkonzulátusa, köszönti a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei katasztrofa védelem igazgatóságát a megyei polgári védelem napjával. Önök bátorok, időként ember felenti munkát végeznek, amire a szükség van a napjánkon. Ezért kívánok kitartást, szerencséset és egészséget munkájához. Я хочу щиро вітати вас із професійним святом, яке ви сьогодні святкуєте. Mindenkit szeretnék köszönteni a szakmai ünnepük alkalmából, amit ma ünnepelnek. Побажати вам першу чергу міцного здоров'я. Mindenek előtt jó egészséget kívánni mindenkinek. Твердого поступу по службі. Jó szolgálatot. Щоб ви завжди були готові до виконання завдань. Hogy mindig készek legyenek a feladatok végrehajtására. І як говорить закарпатське прислів'я, щоб ваша служба завжди була готова, як стара діва, і нікому не потрібна. És, amit egy kárpátaljai közmondás mondja, hogy az önök szolgálata mindig legyen készen, mint egy öreg matróna, de soha senkinek ne legyen rá szüksége. І на честь нашої дружби і спільної співпраці я хотів би подарувати Шандору Перняку такий невеличкий подарунок. És együttműködésünk emlékére szeretnék Pernyák Sándor úrnak egy kis ajándékot átnyújtani. Хочу подарувати ікону. Egy ikont szeretnék neki átadni. Az igazgatóság teljes személye állománya nevében szeretném megköszönni ezt az ajándékot és az elismerést, a kitüntetést. Ígérem, hogy nagyon előkelő helyre fogjuk elhelyezni az igazgatóságon. Köszönöm szépen!